Nagyon régóta terveztük már azt, hogy összeköltözzünk, és tényleg ez egy régi vágyunk. És amiatt lett Budapest egyébként, mert hát egyrészt közel van Kecskeméthez, szóval bármikor haza tudunk menni a családhoz, és csak Budapest mindennek a központja, Anna is itt jár egyetemre, én is itt fogom elkezdeni, és így a suli munka szempontjából is ide kellett jönnünk. Én nagyon vártam, mert Kecskemét már ott nőttem fel, unalmas már, és szerettem volna ebből egy kicsit kiszakadni, és mindig csodáltam Pestet, szerintem Pest az egyik leggyönyörűbb város, mint így Budapest így együtt, és tényleg én vártam azt, hogy egy kicsit pezsgősebb élet legyen, a tömegközlekedés is van árnyoldala, de hozzá lehet szokni, és sokkal izgalmasabb, mint például Kecskeméten. Nagyon régóta együtt vagyunk, és nagyon régóta tervezzük ezt az összeköltözést. Ugye 14 évesek voltunk, amikor összejöttünk, és én azóta nagyon szeretném így szorosabban összekötni az életünket. És szerencsére támogattak ebbe otthon is a szüleim, Anna szülei is, de ezt mindjárt elmondja ő is, de tényleg sokat segítettek apáik is bútorokat kiválasztani, és mindenben. Nagyon jobban ragaszkodik hozzám, és mondta is, hogy még nehéz neki felfogni azt, hogy én kirepülök otthonra, mivel már a bátyám is kirepült, szóval így a két kisgyereke már nincs otthon, és hogy ketten vannak apával. Ez fura, és hozzá kell szokni, de nagyon örül annak, hogy ez sikerült összehoznunk, és együtt tudunk élni. Ez a majdnem egy év külön töltött idő, ez szerintem erősített a kapcsolatunkon, hiszen tényleg rájöttünk arra, hogy mennyire hiányzik a másik, és mennyire fontos a mindennapi életünkben. Így sokat erősödött a kapcsolatunk. Tudjuk, hogy mennyire ragaszkodunk a másikhoz, és szerintem nem volt hátrány az, hogy egy évet külön töltöttünk szinte. Nagyon nehéz volt, és nehéz volt így egymás nélkül létezni, de ráébresztett arra, hogy mennyire mellette szeretnék lenni, és hogy milyen jó lenne egy közös élet. És ez is plusz motiváció volt, hogy költözzünk össze, kezdjük el kialakítani a közös kis életünket, és még egyelőre még a mosogatást is élvezem együtt, meg a takarítást, amit nem gondoltam volna, mivel otthon ezeket nem nagyon szerettem csinálni. Én azt gondolom, hogy az a titkunk, hogy lehet ilyen erős és hosszantartó kapcsolatunk már nagyon régóta, az, hogy nagyon sokat beszélgetünk és kommunikálunk egymással, és hogyha van valami kisebb nézeteltérés, vagy ilyen mikrovita, akkor ezt próbáljuk egyből kezelni és megbeszélni, és itt soha nem lesz nagyobb balhé közöttünk, mivel figyelünk egymásra, és próbáljuk megoldani ezeket. Bálint mondja ki a végszót, de én is érzem azt, hogy van beleszólásom, és mindig meg tudom győzni, hogyha esetleg úgy érzem, hogy valóban nekem van igazam, vagy hogy érvekkel alá tudom támasztani azt, hogy miért gondolom, hogy az én ötletem talán jobb lenne, és ő mondja ki a végszót, de nem mondanám azt, hogy ő hordja a nadrágot ettől független. Én magamat egy ilyen nyugodtabb srácnak hallom, és tényleg, hogyha van valami nézeteltérés, akkor én azt higgadtan szeretem megbeszélni. Természetesen azért itt a hosszú évek alatt ilyen kisebb vitáink voltak, de mindig sikeresen megbeszéltük őket, és nem is félek attól, hogy a jövőben lenne bármilyen nagyobb balhé, ami közénk állna, mert szerintem vagyunk annyira értelmesek mindketten, hogy megbeszéljük ezeket. Én sokkal visszahúzódóbb vagyok, szóval kevesebbet szeretek megosztani magammal, mint például Bálint. Így, amikor így belecsöppentünk, sokkal ijesztőbb. Szerintem egy régóta várt nagy lépés az, ami most eljött az életünkbe így az összeköltözéssel kapcsolatban, és azt érzem, hogy ez még egy hosszú folyamat lesz, mert minden ilyen kis apró dolog van itt még a lakásban, amit meg kell csinálni, és szerintem ez még hosszú hónapok, de akár egy-két év is, mire így teljesen belakjuk ezt, és azt fogjuk érezni, hogy ez az igazi otthonunk. Addig nem is nagyon szeretnék így előre szaladni a jövőbe, hogy mi lesz utána, de természetesen várjuk majd a következő nagyobb lépéseket és fordulópontokat az életünkben, addig pedig élvezzük, utazgatunk és élvezzük az életet együtt. Én is azt gondolom, hogy egy fontos dolog, fontos esemény történt most velünk azzal, hogy összeköltöztünk. Beszéltünk már nyilván arról, hogy ki mikor szeretne gyereket, kinek milyen az álláspontja erről, hányat, hogyan, mint, és mind a ketten arra jutottunk, hogy még azért úgymond szeretnénk így kielni magunkat. Szeretjük a gyerekeket, de bajos lenne külföldre költözni akár, mert nekem a terveim között van az is, hogy külföldön éljek akár egy fél évet, vagy egy évet, vagy csak egy pár hónapot, de így kimozdulni ebből, utazgatni, megismerni a világot, és ezáltal magamat is, mert annál többet tudok átadni én is a gyerekemnek ezáltal. Nyilván vele is utazni, de szeretnék először egy kicsit magunknak élni.
Igazatlanos esküvő. Hát, ilyen sportrendezvények vannak, vagy én nem is tudom. Ugye vannak ezek az esküvői játékok, annyira nem vagyok benne, de simán lehetnének ilyen szaladgálós versenyek. De én ebbe se szeretnék így nagyon belegondolni például, mert nekem nem egy fontos esemény, vagy nem ezzel ígéne nekem örök hűséget Bálint, hogyha azt mondaná, hogy akkor legyek a felesége, hanem azzal, hogy mellettem van, támogat, és együtt töltjük az időnket. De nem fontos. Szerintem még mindig próbáljuk bepótolni azokat az időket, amiket az Exatlon elvett tőlünk, és amit én ugye kint töltöttem Dominikán. Így szeretnék nagyon sok időt együtt tölteni a nyáron, utazgatni, és mondjuk most ez is egy kis utazás kezdete, vagy hogy mondjam, de még nagyon jó érzés az is, hogy itt vagyunk a lakásba, és együtt vagyunk, de szeretnénk menni külföldre is. Tervben van egy ilyen nagy olasz túra, ami ugyanolyan túlélős, mint a tavalyi Szlovéniánk, vagy sátorral, meg ilyenek, de én ezeket szeretem, mert így még jobban összecsiszolódunk, és nem az van, hogy csak fekszünk a hotelba egymás mellett az ágyon, hanem itt tényleg felfedezzük a világot.